Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig, hogy hogyan közeledik hozzád. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez a kép adja meg rá a választ. A kettes szám az utalhat szerződésekre, kapcsolatokra, vagy rád és őre, de néha ez a kettes szám kivált bizonytalanságokat, ahogy a képen érezhető. Nála megvan itt a bátorság, hogy legyen egy új kezdet. Döntések előtt áll, de vacillál, hogy így, hogy úgy, nem tudja, hogy mi lenne fontos a kapcsolat kettőtök között, vagy jobb lenne, ha ő még kicsit visszahúzódó lenne. Tehát nem tudja azt, hogy melyik irány lenne jó számotokra. Bizonytalan most döntéseknél. Mégis érzi a kapcsolatot kettőtök között, és ez fontos számára. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt látható a négyes szám, az jelenti a biztonság érzetét, hiszen erre lehet alapozni. A képnek van egy megnyugtató hatása. Akkor is, ha a terveknél, döntéseknél kicsit vacillál és bizonytalan, de jó érzései vannak, meg fogja találni a nyugalmát. Itt láthatóak az érmék, az jelentheti a pénzügyi dolgokat, a munkahelyét, de jelenti a föld elemét is. Tehát, ha valamit tervez, és lesz egy döntés, akkor azt meg akarja valósítani, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat. Ezt ő így akarja átélni. De jelenleg nyugalomra van szüksége. A föld eleme inkább olyan visszahúzódó még, itt a tűz eleme látható, az pedig aktív, hol így, hol úgy. Tehát nem tudja, mi a helyes irány. Ami neki most jó tesz, ha a napokban megnyugszik, ha visszahúzódó, ha kipiheni magát. És a harmadik kérdés úgy hangzott, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt láthatóak a kelyhek, azok jelentik az érzelmeket, a tiédet, az övéd. Itt a múltról, a jelenről és a jövőről van szó. A múltban voltak nehézségek, problémák, könnyek, azt most ő lezárja. A jelenben még nem tudja, hogy mi adja számára a biztonság érzetét, vagy hogy tudná a párkapcsolatot stabilizálni, úgy lóg a levegőben, ahogy látható a képen, de itt ez a felső két kehely, az jelenti a jövőt, ahol érzelmekről van szó, közeledésről, párkapcsolatról. Itt kialakul majd egy tartós párkapcsolat. Mi fűz össze benneteket jelenleg? Itt látható a torony és az utal változásokra, hiszen ez a torony összeomlik. De én úgy érzem, hogy ez szükséges, hogy lezárja a múltat. Az is lehet, hogy benne éreztétek magatokat ebben a toronyban, mint egy labirintusban, hiszen voltak nehézségek, korlátozások, félelmek, bizonytalanságok. Mindez most összeomlik, de ez jó, mert akkor ez a torony már nincs ott, kiléptek ebből a helyzetből, és itt látható a jövő, ez a párkapcsolat, de amíg ez kiépül, kialakul, az időkérdése, de nem fog hosszú ideig tartani, majd így pár héten belül kialakul itt minden. És
Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!